A vendégek kezdték jobban a mérkőzést, közel negyed órának kellett eltennie ahhoz, hogy a Nyírbátor utolérje a fiatal debreceni csapatot. A szünetig aztán felváltva estek a találatok, a nézők összesen 37 gólt láttak, 30 perc játék után a Deac 2 vezetett 19-18-ra. Fordulás után átvették a vezetést a bátoriak, s ő szép lassan 5 gólos előnyt épített fel a házigazda. 8 perccel a meccs vége előtt még 4 gól volt a hazai előny, amely aztán fogyni kezdett. A vendégeké volt az utolsó támadás, aminek végén időn túli 7-est kaptak. Felföldi Róbert azonban védeni tudott, itt Réki Tamás együttese ugyan az első győzelmének nem örülhetett, de megszerezte első pontját. Ilyenkor nehéz eldönteni, hogy félig tele vagy félig üres a pohár. Így lett igazságos, szerintem. Igazából Debrecen azt játszotta, amit vártunk tőle, tudtuk azt, hogy tudnak jól védekezni, nyitottat is. Első fél időben úgy gondolom, hogy jól reagáltunk támadójátékba, de rosszul védekeztünk. A második fél idő első 10-15 percében jól védekeztünk, jól támadtunk, de aztán a sajnos 4-5 gólos előnyünk, nem tudom, volt-e 5, de szerintem volt. 5 gólos előnyünk, de ott jöttek azok az egyéni hibák, ami sajnos most nem fér bele. Tehát úgy olyankor valahogy éreztem, hogy egyénileg akarunk megoldani, és taktikailag fegyelmezetlenek voltunk. Sajnálom, mert egyébként egy nyerhető meccs volt. A vendégek edzője az utolsó pillanatban elúszott győzelem ellenére sem volt elégedetlen csapatával. Félig tele van, abszolút elégedett vagyok a csapattal, főleg úgy, ahogy eljöttünk, ilyen felállításban még nem nagyon játszottunk, amit kértem, azt teljesítették, úgyhogy azokat a játékelemeket, amik viszonylag újabbak még nekünk, azokat próbáltuk gyakorolni, és szerintem úgy, hogy működött, voltak benne hibák, de szerintem úgy megyünk haza, hogy ma is tanultunk valamit. A mérkőzésen 7 gól szerző Tamás Levente szerint kevesebbet kell hibázniuk ahhoz, hogy megnyerjék az ehhez hasonló mérkőzéseket. Először is gratulálok a Debrecen csapatának, igazán kis pörgős fiatalos csapatról van szó, akik hát sajnos elraboltak tőlünk egy pontot, de itt, ha a végét nézzük, akkor mi meg tőlük mentettünk egyet. Hát én belül úgy éreztem, hogy ez a meccs meg lesz, szerintem mindent megtettünk érte, meg kell próbálni ezeket a periódusokat, amikor 5-10 percig megáll a támadójátékunk, és sajnos ezzel egyúttal a védekezésünk is rossz irányt vet, és ilyenkor mindig, amikor ellépünk, visszajönnek, és most is így történt, és így a végén visszajöttek a játékba, és a saját hibáinkat kihasználva megfordították a mérkőzést, és X-re mentették a mérkőzést, és majdnem meg is tudták fordítani. A forduló további eredményei a következők: Balmazújváros Hajdúszoboszló 34-36, Hajdúnánás Kisvárda 29-27, és Hajdúböszörmény Szike Nyíregyháza 30-30. A tabella élén a 10 pontos Hajdúszoboszló áll, megelőzve a 9 pontos Nyíregyházát. Az 1 ponttal 7. Nyírbátor vasárnap a pont nélkül utolsó Kisvárda otthonában lép pályára.